Üdvözöllek titeket, itt vagyunk egy újabb videóban, és hát rég volt ilyen Deagostini sikaruszos tartalom. Hát most bizony lesz, bár jelen videóban szerelni nem fogunk, csak szeretném úgymond hát megmutatni, hogy hol is tart a projekt, illetve hát érkeztek új újságok, új alkatrészek, új ajándék igazából. Van egy autóbusz, ami igaz, hogy nem a szponzoráció keretén belül lesz kinyitva, de mindenképpen ezt is kinyitjuk. Méghozzá egy Van Hool 306-os autóbusz, és ezen kívül beszélünk, mert hogy azóta volt ez is, az Icarus 415-ösnek az érkezéséről, amit egyébként éles szeműek, hol van? Itt. Itt van. Szóval, hogy itt láthattok. Csodálatosan szép modell. És hát sajnálatos módon megint iszonyatosan kevés jött belőle. Megmondom szintén, nekem nem volt nehéz, hiszen van újságos ismerősöm, akivel elrakadtam és délután érte mentem, szóval nem volt ez nekem egy kihívás, viszont olvastam és láttam mindenféle Facebook postnál, hogy hát bizony volt vele problematika és nehézség. Oké, ezt most akkor tegyük is félre, nagyon sajnálom, akinek esetleg nem sikerült beszerezni egy ilyen modellt. Nekem is csak egy van, és többet szerettem volna, de egyet tudtam félretetni az adott újságoshoz. Egyébként három, vagy, és még mutatok kettőt, szóval hogy három, vagy négy darab érkezett, szóval hogy elég minimális, és ezért is nem tett félre kettőt nekem. Az illető mondta, hogy egyet félre tud, de hát nevetséges szám érkezett, és akkor viszont beszünk az Icarusról, aminek megérkezett végre a gyűjtő mappája, ez így néz ki. Nagyon szép, nagyon igazából bármelyik ilyen újsággyűjtésnél látható, tapasztalható mappa formátum, illetve szintén az a fajta, illetve egy kicsit más módszerrel, de hasonlóan lehet bele teszegetni szépen az újságokat, úgyhogy ezt meg is, hát nem én tettem, most ne hazudjak nektek, hanem a párom tette bele nekem ezeket a kis újságokat. Úgyhogy szépen megjött a dosszié. Ugye ez volt az első, nem, bocsánat, a második ajándék, hiszen a poszterek voltak az elsők, és majd a következő talán a póló lesz, ha jól emlékszem. De ha minden igaz, akkor majd fogunk kapni ajándékként, azt most nem tudom, azt hiszem, az meg a negyedik ajándék lesz. Egy ilyen 260-as modellt, amiből, hát amiből van nekem bőven. Igen, abból van. Oké. Érkeztek tehát az Icarushoz és alkatrészek. Itt láthatjátok is, ez az alváz, a modell tovább, ja igen, ez az alváz keret, nem, az már ez, igen, az már ez, ez akkor mi is, ez mi, megpróbáljuk kideríteni, nem akarom kinyitni, mert azt majd a, ja és egy változás, hogy live-ban lesz valószínűleg a szerelési rész, mert általában mindig el szokott húzódni, és igazából hosszú videókat annyira nem néztek, meg live-ban meg tudunk dumálni, szóval az összerakás az most majd live formátumban lesz meg. Jó, ezt nem tudom, hogy micsoda, mert ilyen furcsa hengerek ezek, és ez a következő számban van az, hogy alvászkeret, igen, tehát ez lesz majd az alvászkeret. Következő szám meg még nincs meg, egyébként majd abban. Ja nem, bocsánatotok. Ez most akkor hogy van? Tiszta olyan, mint ami itt van, de nem, mert ez a hanyasszám, ez a 9-es, ez meg a 10-es, nem. Ebben van, kérem tisztelettel, az alsó és felső tank, valamint az üzemanyag tank. És akkor ezt nem tudom, hogy micsoda. Aha, csak hasonlította ez ehhez. De, várjatok, van még egy számom. Ja igen, a 8-as nincs, tehát a 8-as, 9-es, 10-es, ezek nincsenek még összerakva. Igen, itt hagytuk abba, amikor ezt megcsináltuk. Jó, lesz munka bőven. És akkor nyissuk ki a Van Hoolt, amit azért vettem meg, mert bár semmilyen kötődésem nincs ezzel az autóbusszal, ugye ez egy régebbi típus. De maga a Van Hool ugye, hogy beérkezett, vagy megérkezett hozzánk is, és hát már jó ideje itt rontják a levegőt, annyira azért nem rajongunk érte. Szóval így érdekességképpen meg a színe is tetszett, a formája sem rossz, gondoltam, hogy miért ne.
vásároljuk meg. És kérdeztétek, szemétgyűjtemény. Kérdeztetek sokan tőlem is, de én sem tudom megmondani nektek, hogy lesz-e még Icarus-os modell a De Agostini-nál, mármint a kicsikben. Egyébként itt láthatunk róla egy pósztert, 306-os, csak a kis kitelmi közben sétálgat, azért van ez a kis mancs hang, vagy hogy mondjam. Ez egy 1958-as, ezt akartam megnézni, mert ezt láttam, hogy régebbi autóbusz. Jó, hát ezt kinyitjuk mindenképpen. Úgyni. Lesz megint hulladék, jó. Így, az alja, és az autóbusz. Jaj, nagyon szép. Nagyon hangulatos. Ilyen az autóbuszunk. Nagyon szép. Nagyon klassz. No, hogy mikor lesz az a live, és a live-ban fogjuk, és azt sem felejtettem el, mert biztos jön a komment. Ezt is a live-ban kisorsoljuk, úgy igazságos igazából. Most videóban bárkinek oda mondhatnám, hogy na, ő nyerte, meg ő nyerte. Live-ban kisorsoljuk, tehát akik ott kommenteltek az előző ilyen tartalmú videónál, azok között a live-ban kisorsoljuk a matricákat is. Nem adtam oda senkinek természetesen, úgyhogy azokat is abban a live-ban akkor el fogjuk intézni. Én megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet. Folytatjuk az összeszerelést természetesen, de már úgy voltam vele, hogy mindenképpen adós vagyok valamiféle tartalommal így az Icarus kapcsán, hiszen elkezdtük ezt a sorozatot, meg hát tulajdonképpen ugye a szponzoráció keretén belül adós is vagyok a videóval mindenképpen, tehát minden szempontból, és hát gondoltam, hogy akkor megmutatom nektek az új ajándékot, ami egyébként nagyon klassz, szóval eddig a poszterek is nagyon klasszak voltak, ez is nagyon klassz, megmondom szintén a 260-as modellre annyira nem vágyok, hogy legyen még egy, de hát legyen még egy, mert lesz akkor. Lehetséges, hogy majd azt is akkor kisorsolom, vagy nem tudom. És hát majd a pólóra nagyon kíváncsi vagyok, hogy jó lesz-e rám egyáltalán, mert ugye elég nagy emberke vagyok. Úgyhogy sose felejtem el, most eszembe jutott egyébként a szegény Ferenc Tamás, ugye csukló, aki hát sajnos már nincsen közöttünk, ugye ő is a YouTube-on elkezdte ennek a busznak az összeszerelését, és hát ő is mondta nekem annak idején, hogy hát a pólót majd valószínűleg el kell ajándékozni a szegénynek, mert hát ugye biztos, hogy nem lesz rá jó, ő is ugye termetes ember volt, most én is egyébként edzés van, fogyókúra van, stb. Van, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz, aztán ha nem lesz jó, nem lesz jó, akkor majd elajándékozom én is, úgyhogy mindenképpen tartsatok velem, és folytatjuk, jó? Sziasztok!